vigyázz! Akkor kézik jön. Jobbra, át! Komolyan zajlik a kiképzés a Pécsi Tudományegyetem Szántó Kovács úti épületének udvarán. Az idén első alkalommal megrendezett katonai túlélőtábor már iskoláskorban a túlélés technikájának alapjaira tanítja játékos formában az iskolásokat 14 éves korig. Még kislányok is jelentkeztek a hetes programra. Most ez a katonai foglalkozás nagyon jó és izgalmas, és én csak úgy jelentkeztem erre a katonai táborra, mert már voltam itt múlt hét előtt, azt hiszem, a kalandtáborban. Ismerkedtünk, meg játszottunk egy csomó fajtát, és ma ez az akadálypálya, ami most mennek, az is, abban volt ilyen kúszás, ládát kellett vinni, meg ilyenek, és az is nagyon jó volt. Azért jelentkeztem egyrészt, mert nagyon érdekelnek a katonai dolgok, és gondoltam, hogy ez jó lesz. És ami nagyon tetszik, hát úgy, hogy őszintén veszünk minden. És még azért is jelentkeztem, hogy tudjak is baráti ismereteket szerezni, kapcsolatokat, és azért, mert hát, hogyha úgy veszük, mindenért. Ezt a sapkát a katonák húzzák föl, és elég érdekelnek a katonai dolgok. Értem, hogy puskák, sisakok, a munkájuk elég érdekes. Ez a sisak a fejüket védik. Ez az akadálypálya, a kúszás, a szlalomba futás, a kötélpálya, meg hát én igazából azért jöttem ide, hogy fegyelmet tanuljak, meg hogy tudjak pár dolgot a katonáktól, hogy tanuljak róluk. A programok igen színesek. A gyerekek naponta más feladattal ismerkednek játékos formában, igazi felnőtt katonák közreműködésével. Körülbelül 8 órakor szoktuk a foglalkozásokat elkezdeni, mindig egy reflexióval kezdünk, hogy az előző napból mire emlékeznek, illetve hogy mi volt a legpozitívabb élményük az előző napból, és akkor így folytatjuk tovább az aznapi teendőket. Itt a hétfő, minden nap más egyébként, a hétfői napon ismerkedős játékokkal kezdünk, megismerjük egymást, egymás neveit megtanuljuk, ez fontos nálunk, hogy nem gyerekmegőrzés történik, hanem tényleg odafigyelünk a másikra. Aztán a megismerkedés után és az ebéd után játszunk egy kicsit, tehát van egy délutáni szabadjáték is, amikor több játék kerül előtérbe. A keddi nap, ami ugye a mai nap, egy pályát, egy akadálypályát hoztunk nekik létre a katonaság által, illetve ugye mi is készültünk akadálypályákkal, és a délelőtt az erről fog szólni, a délután pedig a Békeparkba fogunk kimenni, és ott tájékozódási ismeretekre tesznek a gyerekek szert, amire már nagyon készültek, tájolókkal, van egy szakember is, aki ezzel foglalkozik, és most itt van velünk ő is. A szerdai és a csütörtöki nap pedig a túrázásé, tehát ott a meccsekben túrázunk, ott is a tájékozódási ismeretek nagyon fontosak, illetve ott is játszunk nagyon sokat az erdőben. És a pénteki nap pedig szintén itt ezen a helyszínen vagyunk, és akkor egy kicsit a hétre reflektálunk vissza, a tanultakra, az alaki kiképzésre, és egy zárással zárjuk le ezt az egész hetet egy bevonulással, egy felvonulással, egy eskütétellel, ami nagyon fontos, és akkor megkongatjuk a harangot a végén, és ez a zárása a hétnek. Az Élményzóna Egyesület idén is többféle tábort rendez az általános iskoláskorú gyerekek számára. A katonai túlélő tábor ötlete még a tavalyi táboros évre nyúlik vissza. Ott, amikor megkérdezték a gyerekeket, már akkor sokan belelkesedtek. Januárban fogalmazott meg a gondolat, hogy akkor beindítjuk ezt a tábort, ha már tavaly jelentkeztek olyan nagyon sokan az augusztusi táborunkba, akkor beindítjuk, és idén 3 alkalommal is hát lesz, illetve volt már egy, most zajlik a második katonai túlélőtábor, és inkább a túlélésre helyezzük a hangsúlyt, hogy
a gyerekek, amikor ott vannak a természetben, természetközeli állapotban, akkor hogyan készüljenek fel a túlélésre, hogyan kell tüzet gyújtani, hogyan kell menedéket építeni, stb. Stb. A terembérleti díj, az étkezési költségek is emelkedtek idén, gyerekenként 4500 forinttal. Azonban ezt az összeget a szervezet bevállalta. A pandémia miatt is változott a tábor. Sokat gondolkodtunk azon, hogy emeljünk-e az áron, és úgy gondoltuk, hogy maradnak a régi árak. Egyébként nem titok, gyerekenként 4500 forinttal többe kerül a tábor, mint tavaly. Úgyhogy ezt a költséget, ezt most az Élményzóna Egyesület benyelte. A pandémia miatt, hogy mennyire változott az idei tábor, nagyon-nagyon örültünk neki, hogy most már a második év után, most jön a harmadik év, és nem voltak lezárások, és nem is volt kérdéses az, hogy a szülők tudnak-e jelentkezni, tudják-e a gyerekeket jelentkeztetni a táborba, mert most nyitott volt a helyzet. Az elmúlt két évben bizony problémát jelentett, hogy akkor most írassák a gyereketben, ne írassák, lesznek-e tiltások, nem lesznek tiltások. Ilyen szempontból változás történt, és szabadabb volt a lehetőség a szülők számára. A katonai túlélő tábornak nagy a sikere. 17 gyerekkel megy a heti programsorozat, ami azért is jelentős, mert egy táborozóval így többet tudnak foglalkozni, jobban figyelhetnek, ügyelhetnek a gyerekekre.